Köszönöm én is a meghívást, megtisztelő, hogy itt lehetek, és hogy beszélgethetünk több mint egy órát. Hát megpróbálom majd úgy, hogy egy órába beleférjen az, amit úgy mondani akarok, és akkor utána tudunk beszélgetni. Biztosan érdekesebb, mint hogyha mindig csak én gondolom azt, hogy ez érdekli a társaságot. Jó. Tehát az volt a feladatom, a házi feladat, hogy a Jurvéda minden napokban erről beszéljünk. És egy picit azért kéne tudnom, hogy milyen alapok vannak a Jurvédához. Igen? Jó. Hát akkor majd lehet, hogy előveszek egy másik diasort. Nem tudtam, hogy hogy kell felkészülni. Jó. Na, szóval akkor, amikor egymás között, egymást megfigyelve, magunkat megfigyelve, különböző testalkatokat látunk, akkor az a kérdés, hogy melyik a normális. Ugye van, akinek vannak ilyen megfogható redői, aztán vannak olyanok, akiknél ilyet nem nagyon tudna az ember megfogni. Ugye ez a testfelszín is olyan, amiről így lepereg az ujjunk, hogyha meg akarjuk markolni. De aztán van egy másik fajta testfelszín, amit lehet, hogy az ő hátán lehetne érzékelni, amikor szintén meg akarjuk fogni, de nem bírjuk. Az nem azért van, mert csupa izomból áll, hanem azért, mert ödémákkal van teli. És az tulajdonképpen már egy kóros állapot. És hát ilyen kóros állapotok azért elég sokaknál fellép. Ó, bocsánat, valahogy ez még szoknia kell. Jó, tehát ugye a bőrfelszín alatt különböző lerakódások tudnak keletkezni, kis cellákban, amelyek vagy zsír, vagy kötőszövet, vagy valamilyen kombinációja kettőnek, és ezek vizet kötnek meg. És ez tulajdonképpen egy kis vízzel teli cellát fog létrehozni, ami hogyha nagyon feszül, mert nagyon tele van, akkor akár fájdalmat is tud okozni, és ilyen módon jön létre tulajdonképpen a fibromialgia, ami sokaknak a betegsége, sokaknak a problémája. Vagy hölgyeknél a cellulitis, ugye, ahol ilyen kis redők keletkeznek, kis táskák keletkeznek a bőrfelszínen. Hát az ennek a kitüremkedése. És ugye itt látjuk a cellulitnek a eredményét. Valahogy nem akarjuk. És az Ajurvéda ugye azt mondja, hogy normálisan fölveszünk táplálékot. Ez a táplálék az emésztés tüze által, az agni által feldolgozódik és felszívásra kerül. Majd az anyagcsere, agnia, az pedig tovább átalakítja és beépíti a sejtekbe. És ez egy olyan komplett folyamat, aminek az eredményeként legfeljebb mala, tehát kiválasztandó végtermék keletkezik, és ez kiválasztásra kerül maradéktalanul, és akkor így működik tökéletesen az egész anyagcserénk. De hát mégsem így működik mindig, mert azt is mondja az Ajurvéda, hogy keletkezik ama is, hogyha nem teljesen tökéletes ez a folyamat. Az elégtelen emésztés során keletkező méreganyagokat nevez így. Ez olyan, ami nincs megemésztve jól, nincs feldolgozva jól, valami hiba aránytalanság miatt keletkezik, és olyan is van, ami meg kívülről már méreganyagként kerül be. Tehát ezek képezik a salakanyagot, és igazából a mai természetgyógyászat terminológiája szerint ugyanezekkel a fogalmakkal
kombinálunk, amikor azt mondjuk, hogy valakinek a szervezete elsalakosodott. A mai orvostudomány ezt nem szereti, ezt a kifejezést, majd erre még visszatérek, hogy miért is nem. Minden esetre az ajurvédához jól rímmel minden, amit ma természetgyógyászatban salak a neve alatt értünk. Na visszatérve az ajurvédához mit mond? Azt mondja, az ama keletkezése az úgy néz ki, hogy táplálékokból, amelyek például nem illenek egymáshoz. Ezt hívjuk mi egyszerűen raszabaszának. Tehát amikor, mit tudom én, joghurtot valami alkoholossal eszünk együtt, vagy savanyút az édessel, vagy hasonlók. Tehát ezek nem passzolnak egymáshoz, és ezt a szervezet nem csak úgy viszolygunk tőle, hanem ha mégis úgy ettünk, akkor ezt rosszul is tudja feldolgozni, és ennek következtében hát salakanyagok keletkeznek. Rosszul emészthető élelmet veszünk magunkhoz. Nincs jól megfőzve, konzerválva van, vagy egyáltalán már, mint tudom, fás szárú, vagy nem elég jól lett fűszerezve. Vagy valaki túl sokat eszik egyszerre, túl nagy mennyiséget eszik. Mi azt szoktuk mondani, hogy az a jó evési arány, hogyha mindig marad legalább 25%-nyi levegő a gyomorban. Körülbelül ugyanannyi folyadék legyen, és a maradék legyen az élelmiszer, amit elfogyasztottunk. Úgy is szokták mondani, hogy ha két öklünket összetesszük, körülbelül annyi szabad legyen a táplálék. Az étel az olyan étel, amit nem nagyon kíván az illető. Tehát ez is azt mutatja, hogy az ember nem egy ilyen fakír, aki bármit meg tud enni, hogyha azt leírták, hogy az egészséges, hanem jól kell elkészíteni. Finom kell legyen, fűszereket kell használni, kell, hogy étvágyat gerjesszen, az látványra is szép kell legyen, csak is akkor tud egészségesen megemésztődni. Az olyan ételek, amelyek nagy mértékű puffadást okoznak. Ugye a puffadás az azért bizonyos mértékig normális. Tehát valamennyi szél keletkezik. Ugye a középkori nagy orvostudósok, van róla sokféle leírás, leírták, hogy 16-szor normális pufogni egy nap. Most, hogyha ezen lényegesen túllép valaki, azt nem írták, hogy mennyi az, amennyi a lényegesen túllépés, hát mondjuk, hogyha ennek a sokszorosa, vagy sokkal nagyobb mennyiség egyszerre, akkor, de én azért azt is hozzátenném, hogyha különösen akkor, hogyha kellemetlen szagú az a kipufogás, az bizony már akkor kóros. Ugyanis normálisan ez a 16-szori, ez nem kéne, hogy riadalmat keltsen a környezetünkben. Tehát valamilyen mértékű gáztermelés hozzátartozik a normális emésztéshez, hiszen ott baktériumok élnek abban a bélben, több kilónyi baktérium, és ezek a baktériumok, ezek az az életjelük, hogy bekebeleznek dolgokat, és kiürítenek dolgokat, meg ráadásul pufognak. Tehát ők is gáztermelnek. És valójában a gáztermelésünk, ami a bélben zajlik, annak a legnagyobb része az, amit ezek a baktériumok előállítanak gáz. És nyilván van olyan része is, ami a nem megfelelő minőségű emésztőnedv termelés miatt keletkezik, tehát nem jól emésztődnek meg dolgok félkészen, és akkor is keletkezik gáz, de elsősorban a baktériumok miatt. Aztán a túl sok nyers étel. Hát mondanom se kell, hogy én nem az ajurvéda alapján nem vagyok feltétlen híve a tiszta nyers étkezésnek, de el tudom fogadni, hogy van, aki ezt egészségben tudja tartani. Elsősorban azok tudják megtartani ezt a jó nyers étkezést, vagy jó közérzetet a nyers étkezés mellett, akiknek minden emésztő nedvük optimálisan működik, az egész sima izomzatuk a bélrendszerben optimálisan működik, és akkor nyilván meg tud maradni ez a normális emésztés.
Azonban az a tapasztalat, hogy ugye a problémák először az emésztőrendszerben keletkeznek, onnan indul minden baj, és ott keletkezik az első kimerülés, ott keletkeznek az első gyengülések, alulműködések, és hát a nyers ételnek a megmunkálása az jóval nagyobb energiát és fittséget igényel a szervezetünk élettani folyamataiban, és hogyha már gyengébb az emésztőrendszer, akkor bizony a nyers étel az fogós feladat. Úgyhogy én, amikor annak idején a Ferencsik Pista bácsi, Isten nyugosztalja, még élt, és ismert volt talán a régiek, akik tudják, hogy ki volt, emlékeznek, hogy általában a pácienseit, meg a barátait, ismerőseit, mindenkit nyers ételekre próbált sarkalni, és akkor aztán sokan jöttek hozzám páciensként, mert mindenféle hasi panaszaik voltak. És akkor olyan nagyon jellegzetes testszagot lehetett érezni abban a pillanatban, amikor belépett valaki Ferencsik Pista bácsitól az ajtón. És akkor már tudtam, hogy ő régóta nyers ételeket fogyaszt, és valami nem működik ezzel a nyers étkezéssel. Hát az nem működik, hogy nem tudja jól megemészteni. Tehát az emésztőrendszer egy csökkent működésűvé válik, és feltétlen szüksége van arra, hogy az emésztőr működést kiegészítse a hőkezelés. A hőkezelés, meg a különféle konyhatechnika és a fűszerezés. A fűszerek nagyon fontosak, mert stimulálják az emésztőnedveket, stimulálják az izomzatot, a passzást. Tehát sokkal ki lehet próbálni, hogyha valaki elkészít egy egyszerű indiai szabzsit, mindenféle fűszer nélkül, és elkészíti ugyanazt egy másik edénybe, és jól befűszerezi, hát nem csípősen, nem durván, nem arra gondolok, hanem finoman befűszerezi, és persze van benne valamennyi olaj is, az olaj az ajurvéda szerint igen fontos tényező, akkor az, ami fűszeres, az könnyebben emészthetővé válik. Sokkal jobb a közérzete az embernek után. Az élelmiszer, amely a gyomor béltraktust irritálja, gyulladást kelt. Hát ugye, az ajurvéda leírta a táplálék intoleranciát néhány ezer évvel ezelőtt, de aztán konkrétan meg is fogalmazza, ez valahogy ez a valami. Igen, nem látom, de valahol tudta ugyanakozni, hogy igen, itt van ételintoleranciák, allergiák, tehát ami allergiát okoz. Tehát tulajdonképpen ugyanerről van szó akkor is, amikor nektek is van egy ilyen, cseréljük már ki, mert ez valami nem szereti. Igen, tehát itt is arról van szó, hogy irritálja, gyulladást kelt az emésztőrendszerben, nem bírja jól megemészteni, nem jól reagál rá, és éppen ezért amát termel, tehát salakanyagot termel az emésztés során. Nagyon hideg étel. Hát ugye, fagyi. Fagyizni szokott mindenki nyaranta. Azon túl, hogy abban sokszor tojás van, ami szintén a nehezen emészhető ételféleségek közé tartozik, de ugye a hidegsége, az, hogy túl hideg, és ha túl sok, mindennek megvan az aránya, valamennyi hideg elmegy, egy-egy típusnál elmegy, de nem mindenkinek, és nem korlátlan mennyiségben nyilván. A nem tiszta fertőzött ételek, a száraz dehidrált ételek, tehát különösen ugye a vata típusúaknak, hogyha valaki mindig ezt az egyetemista csemegét eszi, ugye ez a magvak, az aszadgyümölcsök és hasonló zacskóban és gyorsan bedobálni, ez bizony bajt okoz, már az emésztésnél képes amát termelni. Aztán
Az étel, amit túl sokáig áztattak, tehát nyilván szétázik, minden szétbomlik benne. Ugye a táplálékunknak az is egy fontos feltétele, hogy élő anyagokat, szervezetünk számára hasznos kémiai konstrukciókat tartalmazzon. Tehát amikor fölveszek valami étel alkotó részt, akkor az be kell tudjon épülni, az kell, hogy pozitívan hasson az egész biokémiánkra, anyagcserénkre, és hogyha ezt akár szétfőzzük, akár szétkonzerváljuk, akár szétáztatjuk, akkor ez mind használhatatlanná teszi, esetleg szintén salakanyag termeléshez vezet. Az intenzív érzelmek, vagy a stressz. Hát a stressz ugye minden olyan, ami túlterheli a szervezetünket. Van normális stressz, meg van túlzott stressz. A kis stressz az edzi, az életbe tartja az életünket. A nagy stressz, a túlzott stressz, sokáig tartó stressz kimerít. És a stressz az nagy hatással van ugye az emésztő rendszeren, a vegetatív idegrendszeren keresztül. Tudjuk, hogy a vegetatív idegrendszernek két nagy ága van, két nagy funkciója. Az egyik az úgynevezett szimpatikus, a másik a paraszimpatikus idegrendszer. A szimpatikus idegrendszer az, ami a stressz helyzetekben működik, amikor menekülni, futni, megfelelni kell. Tehát amikor valami izgalom van, kofoszkodni kell, vagy elszaladni. Ilyenkor a vér ugye a végtagokba áramlik. A vér az emésztőrendszerbe pedig elfolyik, tehát oda nem megy. A stressz helyzetben az emésztőrendszer nem kap semmilyen vérellátást, minimálisat. Éppen ezért, hogyha valaki stresszel egész nap, miközben tele eszi magát, akkor az az étel emésztetlenül ott marad. Tehát a stressz és az emésztés az teljesen kiüti egymást. Nem működik a kettő együtt. Ezért nagyon fontos, hogy megtanuljunk stresszkezelő technikákat, és megértsük azt, hogy a túlzott stressz közben jobb nem enni, mert az csak amát, salakanyagot termel. Ugyanígy az intenzív érzelmek is. Tehát, ha valaki nagyon fel van villanyozva valamiért, akár lelkesen is, akár pozitív értelemben, akkor se föltétlenül tud jól emészteni. A túl sok böjt. Ugye a böjt az általában jó annak, akinek jó, akinek van tesszújtartaléka, akinek van kiválasztandó salakanyag, és így tovább. De vannak, akik ezt túlzásba viszik. Minden hónapban van 3-4 ember, aki jön hozzám, és minden áron böjtölni akar, miközben ilyen cingár vékony. Hát ugye nem lehet, hát ha az embernek nincs tartaléka, nincs miből leadni, akkor nem lehet leadást tervezni, mert hát a böjt az egy testsúly leadás, amellett, hogy salaktalanítja is a szervezetünket. A rendszertelen étkezés, ha nem eszünk rendszeresen. Ez persze nem azt jelenti, hogy itt az időgyerek egyél, mert különben hátatra kötöm az egész kaját. Tehát ha nincs étvágy, nincs szüksége a szervezetnek, akkor jobb kihagyni egy-egy étkezést. De a teljes összevisszaság, hogy éjjel enni, meg hajnalba enni, meg késő este enni, meg hasonlók, ezek biztos, hogy felborítják a normális emésztést. Ugye az eleve a szervezetünknek van egy bioritmusa, és hogyha ennek nem felelünk meg, akkor szintén ama termelődik. Na, van még, ugye, mi az, ami az ajurvéda szerint amát termel, salakanyagot termel. Mondtam az étel intoleranciákat és allergiákat. Aztán vannak a pancsakarmának is mellékhatásai. Tudjuk, mi ez a pancsakarma? Az az ajurvédának egy ilyen alap előkészítő salaktalanító kezelés sorozata, amiben vannak még inkább előzmények, ugye ilyen felmelegítés, olajozás és hasonlók, de maga a pancsakarma az áll a hánytatásból, a vamanából, viricsanából, a hashajtásból, aztán a násziából, ezek az olajos beöntések a nyálkahártyákra, a basztiból a beöntés a fenekébe, vagy pedig a test valamely tájékára, és a
raktamoksána, ez pedig a vércsapolás, a vérlebocsátás. Az ajurvéda szerint ezek hatékony salaktalanító vagy mozgósító eljárások a gyógykezelésekhez. Ez nem maga a terápia, ez csak a terápiának az előzménye vagy az első szakasza. De hogyha ezt túlzásba viszik, vagy nem jókor csinálják, nem jó ritmusban, nem jó metodikával, akkor ez is lehet olyan, ami a mátermen. A rekonvaleszencia, tehát betegség utáni stádium. Még nem képes arra, hogy nehéz ételt tegyen, de mégis viszi neki a rokonság a kórházba, mert attól fog meggyógyulni, és nem a gyógyszertől. Aztán a lakhelyváltozások, tehát a nagy változások az életben, ezek is számtalanszor hallja az ember, hogy az bizony egy nagy stressz volt számára, amikor költözni kellett, vagy amikor összeköltözött, vagy éppen szétköltözött a kutyájával. A klímaváltozások, tehát az, hogy ugye egyre kevésbé van meg a periódikusság a 4 évszaknak. Hirtelen beköszönt a tél után a nyár, ugye ezt az idén is megéltük, meg több előző évben is már. Aztán az évszakváltozás maga, az elnyomott testi késztetések. Tehát a ajurvéda szerint nem szabad elnyomni a késztetéseinket, különösen a reggeli székletürítést, vizelet, visszatartás nem jó, túlzott. Igazából ugye itt már etikai, meg mindennapi etikettbéli előadásra kéne áttérjünk, hogy erről beszélgetnénk, hogy az Indiában a böfögés az hozzátartozik a normális viselkedéshez, itt nem föltétlenül. De minden esetre ezek az elnyomott késztetések is képesek ama termelésre. A gyomor-bélrendszerben gyűlik fel először ez a salakanyag. A gyomor-bélrendszerben. Mert ott történik az emésztésnek az első fázis. Összekeveredik a nyállal, megmunkáljuk a fogakkal, lenyeljük, és ott keveredik tovább ugye a savas gyomortartalommal, elpusztulnak a benne lévő kórokozók, és így tovább. És itt, ha nem megfelelően zajlik ez a folyamat, akkor már elkezdődik az ama termelődése, olyan, amire nincsen szüksége a szervezetünknek, hanem valami anyag, ami fölösleg. Ama a dósák vándorlása során eljut a dátukhoz. Mik a dátuk? A dátuk a szövetek. Azok a szövetek, amelyek a testünket alkotják, és a bárhova el tud jutni ez a salakanyag. És majd ugye erre többször visszatérek, el fogom mondani, hogy mennyire helytálló ez több ezer évvel ezelőttről ez az információ, mert azt látjuk, hogy az alapprobléma a bélbe kezdődik, és különböző szerveinkben alakulnak ki gyulladások, annak révén, hogy oda eljut a salakanyag. A lerakódott ama károsítja a szövetek funkcióit, a megrekedt ama zavarhatja a dátukat, fertőzés, degeneráció alakul ki. Tehát lehet, hogy kívülről, lehet, hogy belülről, ugye a testünkben is vannak kórokozók, nem csak a béltraktusban, hanem máshol is, más nyálkahártyákon, sőt, bejut a vérbe is, erről majd fogok még beszélni. Az elégtelen emésztés következtében a szövetek táplálása is elégtelenné válik. Dósák nem tudják kiüríteni a malákat, mi a mala? A széklet, vizelet és az izzadság, ami növeli a mérgezettséget. Tehát a szervezet mind a kiürítendő normális anyagok, mind pedig a kiürítendő salakanyagok tekintetében deficitessé válik. Az ama és a mala megakadályozza a szervezet méregtelenítésére és a gyógyszerezésére irányuló törekvéseket. Tehát, hogyha túl sok a salakanyag, túl sok a kiválasztandó anyag, akkor hiába próbálunk bármilyen gyógyszerrel, vagy akupunktúrás tűvel, vagy valami praktikával eredményt elérni, nem fog ez működni. Klasszikus amatünetek. Mozgásszervi meres. Ugye még mindig az ajurvédánál tartunk, hogy az ajurvéda mondja ezt. De hát láthatjuk, hogy ezek a dolgok, ezek stimmelnek mind a mai napig. Nehezítettségérzés, nehéznek, súlyosnak, túl terheltnek érzi magát. Fáradtság, energiahiány.
nagyon gyakori első tünetek közé tartozik, ugye, hogy fáradékony vagyok. Reggel fölébredek, és olyan fáradt vagyok, mintha le se feküdtem volna, ezt szokták elmondani a páciensek. Aztán rossz általános közérzete van. Tehát nem is tudja megmondani, hogy mi van, de olyan se kedve, se jó érzése, nincs fájdalom se ugyan, de minden olyan nyomott, nem érzi azt a fittséget. Levert, étvágytalan lesz, esetleg emésztési zavarai lesznek. Ugye a hasi panaszok azok nagyon könnyen, nagyon gyorsan jelentkeznek, az első tünetek közé tartoznak. Renyhesség és pangás az emésztőrendszerben. Normálisan, amit elfogyasztunk étel, annak a maradványai egy nap múlva hanvaiba hullanak alá. Hogyha nem normális a passzázs üteme, akkor ez akár 7 napot is igénybe vehet, vagy még többet. Tehát az azt jelenti, lehet, hogy az illető azt mondja, van széklete minden nap? Van. És van hasi panasza? Van. Megnézem a pocakjának a formáját, és ilyen. Vagy ilyen. És ugye abból nem az következik, hogy megette és másnap kipottyan, hanem az következik, hogy betett valamit oda, másnap is betett valamit oda, harmadnap is, és így tovább, majd a 7. napon kipottyan. Szóval, hogy óriási időt időzik benne a szervezetben a maradvány. Ami persze nem lenne baj, ha ez egy ilyen hűtőszekrénybe, PVC csövön keresztül menne, de az a baj, hogy ez nem így történik, hanem ott benn 38 fok van. 38 fokon 5 kiló baktériummal összekeverve, nedves, sötét közegben, hát ha kint hagyjuk a leveses fazékot az asztalon, ugye 24 fokon, két nap múlva már akkor is ott vannak szagok rendesen. Képzeljük el, hogy mi történik a bélben ezekkel a feltételekkel. Tehát nyilvánvalóan nagyon nagy romlékonysága van ennek a béltartalomnak. És hát mivel nem PVC cső, ahogy mondtam, átjárható, fölszívódás van, az itt keletkező salakanyagok, ama, ugye? Ez az ama, ez fölszívódik, és a dósák viszik el a szövetek. Ez mindenhova. Eleve le lesz rakódva a érfalon, mert hát oda is kerül. Aztán elkerül a pajzsmirigybe, elkerül a tüdőbe, különböző ízületi nyálkahártyákra, és így tovább. Mindenütt lerakódik az a fölösleges anyag, aminek nem kéne ott lennie. És akkor elindulnak a kóros folyamatok. Tehát renyhesség, pangás az emésztőrendszerben, ez eleve már generálja a következő problémákat. Felfúvódás, ugye erről beszéltünk párszor. Süllyedő, a vízen nem fennmaradó széklet, így fogalmaz az ajurvéda. Tehát igazából a széklet, majd erről is fogok még vetíteni, valami formája kéne legyen, és nem kéne olyan nehéz legyen, hogy így buff, lekerül épp a folyadék aljára rögtön, hanem kell, hogy a könnyűsége megmaradjon. Aztán vastag nyelvlepedék keletkezik. Ugye ez elég egyszerűen nyomon követhető bárki számára. Ragadós köpet, különösen reggeli órákban felébred valaki, és akkor tele van az egész garatja, mindenféle nyúlós, ragadós légzését, nyelését akadályozó váladékkal. Renyhe, tompa, gyenge pulzus, rossz testszag. Ugye ez a testszag, ez rendkívül jellegzetes. Persze vannak ezek a nagyon jó dezodorok, meg parfümök, meg minden. Meg lehet érezni, hogy az illető az most fürdött fél órával ezelőtt, hogy orvoshoz jön. De azért az esetek többségében valahol az ember ezt is elcsípi, hogy milyen is a valódi testszaga az illetőnek, és akkor rögtön lehet következtetni, hogy mennyire van ama. Tompa szellem és érzékek. Tompának érzi magát.
Ha nincs elég agni, agni ugye a tűz. Agni a tűz. A tűz, ami átalakítja az emésztőrendszerben a táplálékot, majd az anyagcserében is beépíti. Ez a dzsataragni, ami az emésztőrendszerben van. Akkor ama széklet jön létre. Ama széklet. Tehát maga a széklet is már tele lesz salakanyaggal. Ha nem elég jó az emésztés, akkor felszívód, hát és a májba kerül. Ott igazából a butagni, ez egy másik fajtája a tűznek, az agninak. Ez a butagni kellene, hogy elintézze ezt a maradványt, átalakítsa, lebontsa és kiválassza az epével együtt. De ha gyengébb, akkor itt se történik meg, tehát marad az ama, és megy tovább az anyagcserébe, megy a sejtekhez. Ha a szövetekben lévő agni, tehát a datagni, ez ugye a dátuból, datagni gyenge, akkor asszimiláció nem lesz teljes, és ott rakódik le, tehát magában a sejtekben. No. Tehát az ajurvéda szerint van ez a hat lépéses patológia. A szansaja az a dósa felhalmozódása a bélben. Prakópa a dósa megromlása. A praszára az a dósa szétszóródása. A szána szansaja az a dósa lokalizálódása. A viakti a betegség megjelenése, és a béda a betegség krónikussá válása. Mi ezt az ötödiket és hatodikat vesszük észre. Ugye? Itt kezd a páciens is sikoltozni, meg az orvos is itt kezd mindenféle eredményeket leírni, hogy megcsinálja a karotisz ultrahangot, és akkor azt mondja, hogy lerakódás van az érfalban. Vagy megnézi a máj szövetét ultrahanggal, és akkor azt mondják, hogy zsírmája van. Mert már lerakódott a máj szövetében az ama. És a betegség kezd krónikussá válni. Máj még egy kicsit zsírtalanítható, de mondjuk az érfal már nem annyira. Tehát ha már ott van egy vastag lerakódás, az azt jelenti, hogy már destruálódott az egész érfal, és az nem fog, tehát a fog az már nem nő ki, ha kihullott. Ha vannak folyamatok a testben, amik ha elindulnak, akkor azok sajnos úgy maradnak már. Tehát az ember sok mindenben van tolerancia felé, hogy hibázok, és akkor mindig van egy kis jóvátételi lehetőség. Mondjuk tényleg ajánlom magam mindenféle rosszal hétvégén, akkor hétfőn lehet egyet böjtölni, és akkor a szervezet egy kicsit magára talál. De vannak dolgok, amik már nem jönnek rendben. Tehát hiába akar valaki egy leépült emésztőrendszerben nyers étrendet korlátlanul enni, az nem fog menni. Mert nincsen emésztőned, nincsen megfelelő passzázs, nincs megfelelő dinamika, tehát egyszerűen nem fog a dolog működni, mert ezt a képességét már elveszítette ebben a testben. Majd legközelebb. Szóval, az ajurvéda szerint minden betegség az emésztőrendszerben kezdődik. Ugye a nyugati természetgyógyászatnak egyik ikonikus alakja a Rekevig, aki szintén egy ilyen hasonló patológiát fölépített. Azt mondta, hogy a normális az, hogy megfelelő a kiválasztásunk, az exkréció. Ez okozza az egészséget. Aztán megjelennek a gyulladások. Ez az első stádium. Megjelenik a gyulladás, közérzetzavarok jönnek létre. Aztán lesznek lerakódások, depozíciók. Ilyenkor akut betegségek jelentkeznek. Aztán lesz a bevésődés, az impregnáció. Tehát olyan folyamatok indulnak el, amik mindig újra és újra megjelennek, mert bevésődött egy ilyen algoritmus szervezetbe. Ez lesz a krónikus betegségeknek az időszaka. Aztán elindul a szétesés. Tehát van a krónikus folyamat, és akkor bizonyos dolgok meg már úgy teljesen szétesnek, szétterjednek, mondjuk a szövetállományban ilyen kisebb fajta daganatok keletkeznek, azok szétmállanak, és aztán szétszóródnak, és akkor lesznek átépülés
szakaszok, ahol már ténylegesen daganat képződés van, ez a differenciál, újfajta differenciálás, nem a normális, hanem egy újfajta. Hát ez volt Rekevégnek a patológiája. Hát ez meg, amit leginkább én követek, tehát az ajurvéda és a nyugati természetgyógyászat keveréke, ez az úgynevezett lifestyle medicine, tehát ez az életstílus, életmód medicinának a patológiája, ami szerint az emésztőrendszer nyálkahártyáján elindul a salakosodás, ez még táplálkozással, pszichés rendezéssel, stresszkezeléssel jól befolyásolható. Aztán létrejönnek a bélflóra zavarok, ez már mérhető, ezt már lehet vizsgálni. Tehát vannak székletvizsgálatok, amivel ezt jól lehet felfedezni, hogy ott bizony már zavar van. Aztán székletrendellenességek jönnek létre, állag, gyakoriság, összetétel, pH, stb. És még mindig a ajurvédának abban a stádiumában vagyunk, hogy még csak az emésztőrendszer, ugye? De aztán jönnek a gyulladások, irritációk, intoleranciák, és ezt is nagyon jól lehet már vizsgálni, és aztán elkezd szétszóródni a szervezetben. Aztán alkatváltozás, ugye Meyer diagnosztikáról majd szólok még egy pár szót. Kiropraktika, ortopédia, reflexológia az, amivel itt a természetgyógyászaton belül és ott a medicinán belül lehet hatni. És távolabb megjelennek gyulladások, szövetszaporulatok. Igazából ott már mindegy, hogy hány stádiumot különböztetünk még meg. A lényeg, hogy a nagy eltérések, az igazán a prevenció helye az az emésztőrendszerben van. Tehát az, amit én csinálok, az leginkább ez az úgynevezett preklinikai stádium, amit az ajurvéda a dósák megromlásának, a dósák halmozódásának, majd szétszoródásának nevez. Tehát az emésztőrendszeri fázis, ott történik a legnagyobb zavar, ami a mai medicina számára nem megismerhető, nem érthető. Ugye mik ezek a salakanyagok? Én sötét látóteres mikroszkóppal szoktam mindenkinek a vérét megnézni, és akkor az ember lát különböző képződményeket, amelyek vagy normálisak, vagy nem. Hát ezek itt nem normálisak. Mindenki el tudja képzelni, hogy a vérben ugye a vér kellene folyjon. Tehát vérsejtek, fehér vérsejtek, meg vörös vérsejtek. És itt ez a képződmény, ez például nem tartozik a normális menethez. Ez sem. Tehát ez egy olyan nagy maszat, egy ilyen nagy szemétdomb, meg ez is, ez egy ilyen gélszerű alakzat. Hát ezek láthatók az emésztőr, vagyis a vérben akkor, amikor az emésztőrendszerben elindulnak ezek a salakképződések. Tehát mik ezek a salakanyagok? Széndioxid, hidrogén, metán, nitrogén, kénhidrogén, formaldehid, ezek ilyen gázos dolgok. Aztán különböző szerves savak, húgysavtól a tejsavig. Aztán ilyen nitrogén tartalmú aminósav lebontási termékek, indol, szkatol, krezol, fenol, putresztin, kadaverin. Tehát ezek megfelelnek annak, amit a ajurvéda amának nevez. Aztán baktérium toxinok. Ugye tudjuk, hogy a baktériumok azok részben kiválasztanak mérgező anyagokat, részben pedig maguk, amikor elpusztulnak, akkor abból jön létre egy mérgező hatás. Az egyik az exotoxin, tehát a kiválasztott méreg, a másik az endotoxin, ami meg maga a sejt, maga a baktérium, ami szétesik. Aztán vannak persze nehézfémek, antibiotikumok, hormonok, amiket nyilván az ember maga szed fel, nem a emésztőrendszerében keletkezik. Fehérje, szénhidrát természetű struktúrelemek sejteken, sejtek között. Hát ezek mind olyan anyagok, kristályok, gélek, különböző ilyen puhább és keményebb alakzatok. Aztán persze nagyon sok minden van a környezetünkből, ami bekerül, hát ezeken én most így nagyon gyorsan végig szaladok, mert ezekre nincsen időnk. Szerintem ez mindenki számára egyértelmű, hogy vannak ilyenek, hogy tejtermékek, antibiotikumok, oltóanyagok, emulgátorok, stb. Vagy mondjuk konzervekben, meg félkészételekben mi minden van még, ami nem kellene, hogy az emberbe kerüljön. Vagy a háztartásban, a környezetünkben, a fakonzerválóktól a mosogatószerekig, meg az elektroszmogig minden. Aztán a levegőben, a vízben, folyadékban, talajban is mi minden van. Na most ugye
A mai modern medicina segítségével, a laboratóriumi vizsgálatokkal tudjuk például nézni a húgysavat, a koleszterint, a trigliceridet, különböző gyulladásos szignálanyagokat, tehát nézzük ugye a CRP-t, a különböző LDH-t, meg a reumafaktort, meg az ANA, meg a többi, ezeket vizsgálgatjuk, és tudjuk, hogy ezek normálisan nem kéne ott legyenek. Tehát ilyeneket azért a mai medicina is tudna mérni, hogyha a szemlélete megfelelne ennek az ajurvédikus szemléletnek. Túlszaporodott baktériumok, gombák, vírusok. Na, ilyeneket is tudna mérni, ha akarna, de nem akar. Aztán ezek a salakanyagok, ezek függnek sok mindentől. Például az életkortól, a diétánktól, attól, hogy eszünk-e húst, hogy mennyi szénhidrátot, milyenek az evési szokásaink, milyen az élelmiszer minőség, amit összeválogatunk. Ugye nyilván van, aki csak bió termékeket vesz biópiacon, van, aki csak frissen szedett dolgokat piacon, van, aki Lidlbe vásárol, vagy az Aldiba, aztán van, aki konzervekből él meg. Olyat is, olyan betegem is van, aki elmondta, hogy hát úgy évente kétszer van neki ideje főzni, akkor rászán két hetet, vagy másfél hetet, és akkor minden nap főz 8-10-15 féle ételt, azokat befagyasztja, óriási hűtőládái vannak, az mindig bepakolja oda, és akkor minden nap kivesz két csomaggal, és azt teszi meg. Hát ugye itt előjön az, hogy van az az élő táplálék fogalom. Minden, ami nem tartalmazza optimális energiaszintet, az optimális kémiai konstrukciót, az már sajnos salakanyag tud lenni. Tehát nem feltétlenül hal meg tőle az ember, de növeli azon anyagoknak a mennyiségét, amivel a szervezet nem tud mit kezdeni. Tudnélik, az molekuláknak van egy térbeli szerkezete. Csináltak ilyen állatkísérletet, hogy az állatokat, borjukat szecskával etették az egyik felét a kísérleti csoportot, és a másik felének lemérték pontosan, hogy miből mennyi anyag van, mennyi szén, mennyi nitrogén, mennyi kálcium, és így tovább milyen ásványok vannak benne. Ezt pontosan összeállították, mint az űrhajós kajába, ugyanazt, és a másik felét az állatoknak azzal etették. Tehát ugyanazt kapta, csak az egyik szecska formájában, a másik meg űrhajós kaja formájában. Az űrhajós kaját kapó borjuk egy hónap múlva elpusztultak. Egy hónap múlva. Pedig minden megvolt elvileg, igaz? De mégsem. Tehát ez a különbség az élő, meg a halott élelmiszer között. És sajnos a mirelit, a konzerv, a túlfőzött, többször melegített, stb., amit a ajurvéda mond, azok már halott élelmiszernek számítanak. Kémiai anyagok, légzési minőség, hogy lélegzünk, ugye? Fizikai kezelések, a mozgáshiány, ülőéletmód, a bélflóra, ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a salakanyagok mennyisége hogy változik. Betegségeink, az edzettségi szint, mennyit mozgunk, mennyit vagyunk szabad levegőn, mennyit ér bennünket hideg, vagy folyton elkerüljük a hőmérséklet különbségeket. Aztán persze a modern testápolás, az ásványi anyagok, élvezeti szerek, negatív érzelmi beállítódás, harag, gyűlölet, nem megfelelő stresszkezelés, háború, harc, viszály. Tehát maga a stressz, az egy rossz terhelés állandóan, akkor az bizony felgyorsítja a salakanyagok képződését. Tehát a salakanyag a mai tudásunkkal, ajurvédán túl is, jelenti azokat az anyagokat, ami terheli, blokkolja, akadályozza a fittségünket, regenerációt, az élettani folyamatainkat, az immun folyamatokat, tehát az ellenálló képességünket, az alkalmazkodó képességünket, hogy egy új helyzethez, egy új körülményhez tudjunk alkalmazkodni, a szervek teljesítményét és az önszabályzó képességet. Hát ezeket nevezhetjük salakanyagoknak, és bármennyire nem tetszik a mai orvosoknak, ez a fogalom, ez mással nem átfordítható, mással nem helyettesíthető, ez egyszerűen létezik. Minden, ami akadályozza ezt a normális működést, amit itt felsoroltam,
a salakanyagnak kell nevezzük, és ez nem egy kitalálmány, hanem ezek léteznek, ezek az anyagok, ugye, amit az előbb felsoroltam. Hát ezek részben az emésztőrendszerben keletkeznek, részben az anyagcserében, részben az úgynevezett savasság kompenzálásra használt sók, ásványok a testünkből, és aztán kiválasztásra kerülnek, kívülről bekerülő toxikus kémiai anyagok. Igen. Jó, most akkor egy kicsit itt többet beszélnék, vagy beszéltem volna a salaktalanításról, átugrunk néhány helyzetet, jó? De igen. Jó, tehát ugye salaktalanítunk, az azt jelenti, hogy kiválasztunk, vagy előmozdítjuk, hogy a szervezet salaktalanítani tudjon, hogy kiválasztani tudja ezeket a felesleges anyagokat, és ez javítja a közérzetünket, betegségek gyógyulnak tőle. És hát ezek a preklinikai vizsgáló módszerek, amiket én itt például használok, például a mikroszkóp, az tudja mutatni, hogy ezek eltűnnek. Hát ugye volt előtte, és most meg nincs. Tehát ezek követhetők ilyen módon, de a betegség megjelenése előtti stádiumról beszélünk, ugye? Tehát ott vizsgálódok, nem ott, amikor már a veszett fejszennyele. Hát ugye például a daganatoknál azt szokták mondani, hogy vannak a szűrő vizsgálatok, amivel meg lehet akadályozni a daganatokat. Hát a kérdés, hogy az tényleg megakadályozása a daganatnak, ha felfedezzük időbe. Mert akkor már legalább 5-10 éve ott fejlődik az a daganat. Hát nem igazán az lenne a megelőzés, hogyha akkor fedezném fel, amikor még nem alakult ki. De hát erre nincsenek meg az egészségügyben használt konvenciók és módszerek. Tehát ezekkel viszont az ember tudja, hogy ha ilyen van neki sok, és mindig ez van, előbb-utóbb valami baj lesz belőle. Most azt én nem tudom megmondani sokszor, hogy most szívinfarktus fog kapni, gutaütést, vagy méhdaganatot. Szóval ezek a dolgok nem mindig egyértelműek, de az, hogy nagy baj lesz belőle, ha ez így marad, az biztos. Aztán idő kérdése, hogy kinek. Lehet, hogy 2 hét múlva volt olyan, aki 2 hét múlva jött, hogy igen, elment a vizsgálatokra, és akkor ott van a daganat. Van, aki viszont évekig jár, és még mindig bírja, de aztán sajnos egy idő után elszakad a madzag, meg egyre több minden jelentkezik, több baj jelentkezik, amivel foglalkozni kell. De az igazán aranyosak azok, akik így, van például egy néni esztergomból, és akkor elszaladt rendkívül kétségbeesve a haja, az égnek állt, és hatalmas pánikreakciók, és minden, hogy elment, neki refluxa van. Jó. Refluxa van, megnézték, megvizsgálták, vettek mintát, és már daganat is van ott. Oké, akkor most változtatni kell, csináljon gyorsan bőtkúrát, meg fölírtam, hogy mi mindent kell szednie. Néni elkezdte szedni, csinálta a bőtkúrát, nem fért a bőrébe, egy hónap múlva visszament ugyanarra a vizsgálatra, endoszkópiára, megint vetetett mintát, és nem volt benne már daganat. Teljesen jól érezte magát. Visszajött, tisztességes, visszajött, és mondta, hogy mi a helyzet, hogy milyen boldog és nagyszerű. 3 évig nem is láttam. Nem csinált semmit, utólag elmondta. Majd akkor jelentkezett, amikor megint elkezdte érezni ezt, hogy nagy baj van. De akkor már el sem ment vizsgálatokra, akkor jött, és elkezdte rögtön a bőtkúrát, és aztán megint eltűnt. Tehát, hogy nem tanul belőle, hanem akkor gyorsan tűzoltásra használta azt, ami egyébként nem arra való, nem tűzoltásra való, hanem arra, hogy jól megalapozzuk, és szépen lassan visszaszorítsuk ezeket a tendenciákat. De annyit elért vele. Hát ez az, amire mondom, hogy nem biztos, hogy mindig el fogja tudni érni. Tehát lehet, hogy 2-3-szor ez működik, majd a 4. alkalommal már nem fog működni, mert a szervezet már túljut azon a működési modellen, és egy idő után már olyan erős ez a patológiás folyamat, hogy azt egy hónapos kúra nem fogja meggyógyítani.
De minden esetre a salaktalanítás az ennyire eredményesen is képes hatni, hogyha éppen az illető ott tart. Jó. Terápiás célok a salaktalanítás alatt, lerakódott anyagok kiválasztása, a savasság megszüntetése, baktériumok által termelt toxinok csökkentése, a baktériumflóra javítása, az emésztőrendszer támogatása, környezetszennyezés által bekerült salak és méreganyagok elkerülése, kiválasztása, regenerációs képesség visszaállítása. Ezt nevezzük szalutogenezisnek. A szalutogenezis az legalább olyan fontos kifejezés, mint a patogenezis. A patogenezis ugye az, hogy elindul egy kóros folyamat, ugye elkezd az alma ott lerakódik a vélbe, szaporodik, megromlik. Ez a patogenezis. Mondjuk a mai orvoslás definíciója szerint irritáció, vérbőség a nyálkahártyán, ugye endoszkóppal nézik. Vérbőség van majd, vérzés, kifekélyesedés, és ez a patológia. Tehát egymás után, mert majd daganat keletkezik belőle. Ez a patológia. A szalutogenezis az pedig ennek a fordítottja, hogy ott van egy vérbőség, egy esetleg akár egy fekély, megváltoztatja az életmódját, és elkezd visszafelé húzódni. Majd begyógyul. Lehet, hogy lesz ott egy kis heg, de minden esetre begyógyul. Szalutogenezis alatt gondolkodunk arról is, hogy miért van az, hogy 30 fős osztályból 24 elkapja az influenzát, és 6 meg nem. Mi van azzal a 6-tal? Annak mi működik jobban a szalutogenezisében, hogy meg tudja magát védeni ettől az erős kórokozótól is? Valami van. Tehát ő neki valami jobban működik. Hát nyilván ezek a komplex folyamatok hatnak, hogy kevesebb esetleg a salakanyag, jobb állapotban van még az immunrendszer, később kezdett minden leépülni, mert azért egybe biztosak lehetünk, aki megszületett, az meg is fog halni. Szóval olyan még nem nagyon született meg úgy az elmúlt évszázadok alatt, aki egyszer csak nem halt meg. Tehát ennek a dolognak van azért egy íve, hogy ez a test, ez korlátolt. Van egy születése és van egy halála. Védák szerint ezzel nincs vége az életnek, mert az énünk az nem a test, hanem a lélek. A lélek az mozgatja a testet, az azon belül helyezkedik el. De a dósák által irányított folyamatnak, hogy elkezd fejlődni, a kisgyerekből tini lesz, majd felnőtt lesz, aztán megöregszik, satnyul minden funkciója és meghal. Ez a folyamat, ez akkor is keresztül megy, hogyha mi nagyon okosak vagyunk, és mindent jól megcsinálunk az ajurvédából, és állati topfit módon élünk, egyszer csak akkor is eljön az a pont, hogy a dolgok annyira elromlanak, hogy mégiscsak összeomlik a rendszer. Tehát ezt így kell nézni, hogy olyan csodák nincsenek azért, hogy ez a test ez végtelen ideig él, de olyanok vannak, hogy normálisan élhetett volna mondjuk 80 évet, és a sok ügyesség, meg okosság, meg odafigyelés által ér 90-et vagy 100-at. Ilyen van. Meg olyan is, hogy ér csak 60-at vagy 50-et, mert olyan lüke, hogy egyik hibát halmozza a másikkal. Ugye van ez a mikrobiom. Ez a bélnek a baktérium flórája, egy pár szót már szóltam róla, 1800 féle baktériumfaj, 40 ezer féle alfaj létezik. 2-5 kg-nyi, nyilván testsúlytól és sok mindentől függ. 100 trillió feletti számú baktériumból áll, közel 5 millió gén. Ez azt jelenti, hogy ugye az embernek van 23 ezer génje. Ezt tudjuk most már így szépen fellistázták, hogy melyik gén hol van, mit csinál, miért felelős. Van egy ABC lista. De a gilisztának van 90 ezer génje. Akkor hol van itt a csavar, igaz? Hát ott van, hogy van a
flóránk, ami 5 millió génnel rendelkezik, 5 millióval. Ez az 5 millió gén, ez ugyanolyan anyagokat, fehérjéket, szabályzó anyagokat termel, mint a gazdaszervezet, mint mi. Ezért mondjuk, hogy mi egy szuperorganizmus vagyunk, helyet adunk több száz trillió baktériumnak, akik ott mindenféléket bütykölnek a testünkben, és azokat mi felhasználjuk. Csak az a különbség, hogy a saját sejtjeinket az idegrendszerünkön, hormonrendszerünkön keresztül elég jól irányítjuk, míg a baktériumokat, azokat igazából nem. Erre szoktam én mondani, hogy mindazoknak, akik elfogadják a hindu tanításokból a karmát, hogy valójában a baktériumflóra az nem más, mint a karma. Ugyanolyan változatos, ugyanolyan individuális, ugyanolyan sokszínű, ugyanúgy át lehet adni, ugyanúgy fertőz, ugyanúgy kiteljesít, vagy éppen nyomorba dönt. Tehát valójában az, hogy én átveszek valakitől karmát, vagy a karmámat javítom, az nem jelenti mást, mint hogy az én gondolkodásom, a mentális hozzáállásom a világhoz változik, és ezáltal olyan életet élek, hogy az én baktériumflórám az megengedi, hogy ez megtörténjen, hogy javuljon az én életminőségem. Tehát a baktériumflóra az rendkívül komplex és rendkívül nagy hatással van a szervezetünkre, és nem direkt közvetlenül irányítjuk, mint a saját sejtjeinket, hanem az egész életünkkel irányítjuk. Ha én egész életemben húst teszem, az biztos, hogy az megfelelő szintet beállít a baktériumflórámmal, mert csak olyan baktériumok fognak élni, amelyek szeretik a rothasztó közeget, vagy a rothadó közeget. Ha valaki vegán életet él, az már egy másik szintről indul, teljesen más összetételű flórája lesz. A kettő között, aki meg változtatott és vegán lett, hát ott meg vannak átmenetek. Sajnos egy ideig hordozza a hátán azt, ami történt azelőtt, és aztán egyszer csak elkezd a dolog mégiscsak javulni. Hát közben meg lehet, hogy megöregszik, és aztán jön a kiteljesedés a test végének, de hát ez ilyen, ez az élet. Akkor majd szoktam mondani, majd következőre tapasztaltabbak lesznek. Létrehozzák az úgynevezett kolonizációs rezisztenciát. Létrejön az immunrendszer a bélben, ugye a legnagyobb immunapparátus az ott van a bélben. És hát, hogyha hibák keletkeznek, ilyen lesz mondjuk ez a normális, vagy ez, ugye? Tehát ilyen szorosan ott állnak egymás mellett a sok-sok baktérium. Ha elpusztul egy része, akkor ilyen lesz. Akkor ilyen itt is van egy, meg ott is, mint a kislány, amikor kihullottak a fogai már mint a tejfogai, és akkor egy szünet, egy hang, egy szünet, egy hang, igaz? Szóval, hogy van azért baktérium is, de közt a nagy szünetek, és akkor létre tud jönni ez az úgynevezett leaky gut szindróma, ez az áteresztő bélfal szindróma, aminek az a lényege, hogy a bél nyálkahártyája az csak egyetlen sejtsorból áll. Nem úgy, mint a bőrfelszínünk, hogy megvakarjuk, és még ott még mindig van bőr. A bél nyálkahártyája csak egy sejtsor. Amikor felszívunk valami fontos tápanyagot, akkor kinyílik, majd összecsukódik. Mármint, hogy két sejt eltávolodik egymástól, ott átáramlik, és aztán összecsukódik. És amikor meg ilyen gyulladások miatt nem csukódik össze, hanem nyitva marad, akkor létrejön ez az áteresztő bélszindróma, és akkor minden kutyafüle bemegy oda. Lebontatlan, nagy mennyiségű, nagyobb méretű tápanyagrészek, salakanyagok, ama, megy be, kimutatott tény közötti kapuk. És akkor nyitva marad, és addig ottan kibeáramlik mindenféle. És ez az alapja annak, hogy aztán elindulnak máshol is a gyulladások. Tehát amit az Ajurvéda mondott, 5000 évvel ezelőtt az ma tudomány nyelvére lefordítva teljesen ül. Nyitva marad,
beáramlik az ama, szétszóródik az ama, létrehozza a gyulladásokat máshol, és létrejön a betegség, amit már autoimmun betegségként, gyulladásként, krónikus gyulladásként, vagy daganatként fel tud fedezni az orvostudomány. Hát ez ugye a savasság, most erről már tényleg nem akarok beszélni. Kóros körülmények között a bélben ugye baktériumok, gombák jelennek, meg erjedés, rothadás alakul ki. Gyengülnek azok a emésztő nedvek, amelyek bazofil, tehát alkalikus anyagokat választanak ki. Ugye, ha a sav nincs elég a gyomorban, akkor nem lesz elég alkalikus kiválasztás sem. Savasabb ételt nem tudja feldolgozni a bél, hasmenés jön létre, elégtelen emésztés, intestinális autointoxikáció, tehát bélrendszeri mérgeződés, alkohol és más hibális élelmiszer kombinációk révén pedig karcinogén, tehát daganatképző hatás jön létre. Lassul a passzázs. Hát mindenkinek, akinek sok salakanyaga van, annak sokkal lassabb lesz a passzázsa. Kevesebb rost, felesleget, toxinokat megköthetni. Ugye a rost az egyik fontos anyaga annak, hogy legyen bél mozgás elegendő. Ugye a szervezetünkben különböző terekben különböző pH-k vannak. Ugye a gyomorban 1,2 és 3 közötti pH kellene, nagyon savas. Nagyon savas. De mondjuk a vérplazmában 7,35-7,45 kell legyen. Vagy például a szívizomban 6,9. De például a szívben lecsökken 6,4 alá a pH, akkor már szívinfarktus alakul ki. Mitől nő meg a gyomor pH 3 fölé? Ki tudja? Miért nő meg a gyomor pH 3 fölé? Holott normálisan 1,2 és 3 között van. Hogy? Nem értem. Gyomor hőmérséklet. Elfárad. Elfárad a gyomor. Ha folyton, mit tudom én, kólával, vagy energiaitalokkal, vagy kávéval traktálják, akkor idő után a normál funkció elkezd leépülni. De ezek savas anyagok. Kávésav az olyan 3-3,5 között van. A kólának a pH-ja sokszor, vagyis hogy valójában 3 alatt van. De attól is, hogy folyton ilyen nehéz ételeket kap, amivel kimerül kvázi. Tehát tudjuk, hogy ha valaki nagyon sok cukros ételt eszik, akkor hamarabb kimerül a hasnyálmirigy funkciója. Ha nagyon sok olyan ételt eszik, amihez sok gyomorsavat kell termelni, akkor a gyomorsav termelő képesség is hamarabb megöregszik. Nem tart ki 80 évig, hanem csak 40-ig. És aztán, ha kevesebb a gyomorsav termelés, akkor nem termelődnek ugye a hasnyálmirigy nedvek sem elég jól alkalikusan, és azok a baktériumok, amelyek nem bírnák a 3 alatti pH-t, a 3 fölöttit vagy 3 körülit már nagyon jól bírják, úgyhogy fölmennek a gyomorba. És akkor lesz Helicobacter pylori fertőzés. És akkor mindenki meg van rémülve, hogy miért van ez, és akkor antibiotikumot adunk, hogy még azt is kipusztítsuk, ami volt. És így aztán folyamatosan egy ördögi körben egyre rosszabb lesz. Miért nem ingadozik a kiválasztott vizelet pH-ja? Tehát ugye a vizeletünk, a mala, az arra való, hogy a felesleget kiválassza, vagyis kompenzáljon. Ugye, tehát ami kell, az bennmarad, ami nem kell, azt kiválasztja. Ezért egyikszer savas, másikszor lúgos. Ahogyan a nap ritmusa engedi ezt a dolgot. A vizelet pH az napközben így ingadozik. Akinek mindig egyforma, az már baj. Ez azt jelenti, hogy nincs a szervezetnek egy ritmusa, nincs mit. Vagy túl sok sav tud kiválasztódni, és akkor elmegy a sav, és akkor jön a daganat. Vagy nem tud kiválasztódni sav, és akkor bennmarad, és savas lesz, és akkor minden megmérgeződik. Tehát ez a vizelet pH ingadozásnak a lecsökkenése, ez egyszerűen mérhető. Mint ahogy az is mérhető, hogy mennyi a passzázs. Kell egy kis
mustármagot keverni valamilyen ételhez, és meg kell nézni, hogy a székletből mikor jelenik meg. Hány nap múlva jelenik meg. És akkor tudja az ember, hogy milyen hosszú passzázsal rendelkezik. Ugye mit mondtunk, a normális? Egy nap. Ha több nap lesz, vagy széklát kell lenni például. Az is látszik azt a székletben. Jó, tehát vannak ilyen egyszerű tesztek, amivel kicsit tudja az ember tesztelni, hogy hogy is néz ki a emésztőrendszere. És miért alakul ki infarktus 6,1-es szívizom pH-nál? Mert olyankor még lassabb lesz a keringés, eleve beszűkült ereken, egyszerűen nem tud átjutni azzal a dinamikával a vér. Meg láthattuk ugye ezeket a kristályokat az előbbi képeken, amikor mutattam a sötét látóteres képeken. Képzeljük el, egy kapilláris a vörös vérsejtnek a kétharmada átmérőjű. Amikor egy ilyen nagy kristály van, hogy gél van, hát akkor az ott úgy megakad, és nem megy sehova tovább. Jó, tehát ezek ugye a hasformák. Ez a normális. Ez már nem egészen normális, lehet a végstádiuma valaminek, de ez mindenképpen normális. Aztán vannak ezek. Mi történik? Sok gáz keletkezik, és elkezd pukkadni előre. Aztán elpusztulnak a rostok, és elkezd lógni az egész bélrendszer. Tehát ugye ez a normális bélfelfüggesztés. Itt ez olyan, mint amikor a kerti slagot jól megtöltjük vízzel, és locsolunk, tudják, és akkor beszűkítjük a végét, és akkor úgy nyom mindenfelé, de a gumiba marad. Hát ilyen lesz, ilyen kifeszül, és fáj. Az ilyen betegnek vannak hasi panaszai. Majd ez a sok gyulladás, ami itt van, az jól elpusztít minden épkézláb rostot, és akkor elkezd lógni a bél, és ilyen lesz. Ami már lóg, az már lógni fog. És akkor annak ilyen lesz a pocia. És akkor jönnek, hogy a kocka hasat szeret. És akkor biztatom, csináljon sok gyakorlatot, az mindenképpen jót fog tenni. Hát lehet, hogy nem éri el a kocka hasat, de valamit biztos segít a mozgásprogram. Na minden esetre aztán vannak változatok, ugye ez is egy ilyen kismedencei folyamatra utal, és akkor elindul fölül, tehát a pukkadás az még ott fölül is lesz, alul is van egy renyhesség miatti magvetőpocak, meg fölül lesz a puffadás, ugye? És akkor, hát ez nem feltétlenül azért van, mert sok zsír rakódott ott le, hanem azért, mert nem jó a bél nyálka átjának a összetétel. Aztán Mayer, egy osztrák orvos volt, aki szintén az ajurvédához közeli megközelítéssel nagyon sok mindent leírt a testről, amit magunk is tudunk ellenőrizni. A bőr színét, sápad, fehéres, vöröses, kékes, vörös, ugye ezek különböző fokozatai a lerakódásoknak, a salakanyagoknak. Koszos, szürke, sárgás, barnás foltok, szemkörnyékén, mammák, stb. Minél több ilyen folt meg lerakódás van a bőrön, minél inkább a felszíne megváltozik, annál inkább ugye, mert a felszíne is érdekes, tehát sprőd lesz, meg létrejön ez a dermografizmus, ez azt jelenti, hogy meghúzza az ember az ujját így végig a bőrön, és akkor ott marad a ujja nyoma. Vagy megduzzad, és akkor ilyen olyan lesz, mint a hólyagos lenne, pedig csak így végighúztam az ujjam rajta. Vagy megnyomom, egyáltalán megnyomom a hátbőrét, vagy a hasát, és ott marad az ujjnyom hosszú másodpercekre. Az is azt jelenti, hogy sok salakanyag van, és a kapillárisok nem tudnak megfelelően összehúzódni, meghitárulni. Aztán az izzadság, ragadós bőr, a matt, fényhiányos bőr, és a sprőd, korpásodó, papírvékony. Bőr tónusa, ez is fontos, ugye? Vastag, elasztikus, tónusos, ez a normális. Testhez jó tapad, olyan, mint egy passzoló redül nélküli trikó. Ezért a normotónus a felelős. A toxinok megváltoztatják a tónust, és ez legelőször az arcon válik láthatóvá. És akkor jönnek, hogy itt van egy redő. És ez nem volt eddig. Mindig ez annyira
tetszik. Mindig azt mondták, hogy ez nem volt eddig, én már, és soha nem voltam még orvosnál. Csak éppen ezt felejtik el, hogy hát van egy születés, meg van egy halál, és valamikor úgyis megjelennek a bajok. Most persze nem azt jelenti, hogy nem kell a dologgal foglalkozni, de azért ezek a salakanyagok megjelenése, ennek van egy logikája. Ennek van egy nagyon egyszerű logikája. Minél egészségtelenebb életet él az ember, minél egészségtelenebb táplálkozik, annál inkább gyorsítom ezeket a dolgokat, és törvényszerű, hogy ezek a tünetek, tehát ezek a toxinok lerakódnak, és az arcon megjelennek az első ödémás csíkok, vagy redők, elkezd lógni valami. Hát ezek normálisan hozzátartoznak az életünkhöz. Persze ezt lehet egy kicsit kinyújtani, de sokáig nem. Aztán vannak a gyulladások. Ugye a bőrön megjelennek különböző gyulladások, fertőzéses vagy önmagában steril gyulladások. Akkor a haj, ugye egy következő dolog. Kihullik, ugye van egy normál menet, hogy fénylő, elasztikus, élő, rugalmas, erős, stb. Hajolaj táplálja. Aztán elkezd ugye zsírosodni, kiszáradni, kihullani. Egy ideig ezt lehet változtatni. De amikor túl sokáig fönnáll már és nagyon elpusztul minden benne, akkor már nem lehet. Hát egy ideig visszanőnek a... Ugye, ahogy mondtam, hogy egy ideig van kompenzálási lehetőség, itt a hajnál is. Körömnél is, ugye? Először megjelennek a függőleges redők, mert itt ezek a körmöt termelő sejtek, ezek pusztulnak a salakanyag miatt. Ez támadja meg a salakanyag, az ama. És akkor lesznek csíkok, tehát itt nem termelődik rendesen a köröm. Csak úgy benő egymással két sor. És akkor amikor már ezen a stádiumon túlhaladt, akkor elkezdenek ilyenek. Mert akkor már egész sor nem termel rendesen, csak úgy időnként. Huk, akkor most termel egy kicsit, aztán nem termel. És akkor ez lesz ez a vízszintes redők. Aztán a szkléra, tehát a szaruhártya. Tiszta fehér kell legyen. Leggyakoribb korosil a sárga epepestű gyülemény, akkor még nincs máj funkciós dolog, a későbbi stádiumban. Vörös tágulterek, bevérzések jelennek meg, stb. Aztán a konjunktíva, tehát maga a kötőhártya. Kiválasztanak salakanyagokat, ide is egy gyulladás jelenik meg, begyullad ugye szemzugtól kifelé. Egyáltalán egy kötőhártya gyulladás az bizony egy komoly figyelmeztető jel a szervezet salak viszonyaira. A száj. Ajak megduzzad először, majd pedig később összehúzódik. Tehát egy mindenféle gyulladásokon átesett szervezetnek a ajak struktúrája az egy vékony és összehúzódott ajak. Ugye persze lehet aztán botoxozni mindenféléket, de a dolog attól sajnos az egészség szempontjából nem lesz más. Nyelv, ugye, hát mindenféle típusú nyelvformációk vannak, ezeket is nagyon egyszerűen lehet otthon vizsgálgatni. Normálisan nincsen a nyelven semmilyen lepedék, és testszínű, fényes ez a normális nyelv. Majd amikor elkezdenek lerakódni dolgok, akkor annak sokszor van térképrajzolata. A legjelentősebb térkép elem az a vastagbélzóna, ami körülbelül itt van a közepén. És ez ugye kiterjedten az emésztőrendszer zónája, amit látszik. De aztán az, hogy milyen színű a lepedék, milyen vastag, lehúzható-e, ezek mind fontos diagnosztikai jelek. A főtor, tehát a szájszag. Ha ugye nem tud rendesen salakanyag kiválasztódni a vesén és a úgy utakon meg a emésztőrendszeren, meg a bőrön keresztül, akkor a maga a száj is lesz egy kiválasztó szerv, és ettől szájszag jelenik. Persze sok más oka is lehet. Itt vannak a szövetek, amiről beszéltünk. Plazma, vér, izom, zsír, csont, ideg és szaporító szövetek.
akut krónikus gyulladás, lerakódás, fehérje, zsír lerakódás. Vérviszkozitás növekszik, szív- és érrendszeri betegségek jönnek létre. Immunválasz romlik, gyakori fertőzések és gyulladások, táplálékintolerancia jelenik meg, ugye a tojás az a leggyakoribb. A tojásra szinte mindenki érzékeny. Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy az állati termékeket jó elhagyni, akkor azok között igazából a tojás a legrosszabb. Karma szempontjából biztosan a hús, de nem sokban marad el a tej sem. Mert a mai tejipar meg húsipar az nagyon erősen összefonódik, és igazából nincsen úgy tejtermelés ma sehol a világon normális, vagyis nagyüzemi gazdálkodás keretében, hogy ne kapcsolódna hozzá a vágóhíd. Tehát úgy adnak tejet, hogy leadják a bocit, meg leadják a már nem termelő tehenet, és így tovább. Tehát ez az egész, ez magával hozza, hogy a tej az egyre rosszabb minőséget fog hordozni, mert egyre rosszabb karmát jelent. És akkor sajnos a glutén ugyanez a pepitában. Akinek tejérzékenysége van, annak általában mindig van gluténérzékenysége is. Ennek három összetevője van. Az első, mindegyik az ember telhetetlenségéhez kapcsolódik, ugye? Az első a mezőgazdaság. Azért lesz nagyobb érzékenység a gluténra, mert a mezőgazdaság olyan fajtákat nemesített ki, mivel több mint tízszeresére növelte a gluténtartalmát a búzaféléknek. Majd a második, a 60-as, 70-es években megjelent pékipari reform, amikor a hagyományos glutént még megemészteni, vagy megemésztését segítő kovász feldolgozás, azt fölváltották ilyen kémiai anyagokra egy ilyen pékipari metodikában, Angliában kezdték ezt, és aztán ez egész Európában így terjedt el. Aminek révén ezzel a technikával készült kenyerekben a glutén sokkal nehezebben emészthetővé vált. És akkor a harmadik pedig ezek a látványpékségek. Tehát amikor ezek megjelentek, akkor onnantól kezdve aztán gyakorlatilag emészhetetlenné vált a kenyér meg a pékáru. Hát ezek összekapcsolódnak egymással, és akkor így a tej, tojás, glutén, hús, ezek mind okozzák ugyanazokat a emésztőrendszeri zavarokat, amatermelődést. Egyéni ritka táplálékintolerancia, hüvelyesek, mogyorók, kivi, paprika, fokhagyma, stb. Ilyenekre is lehet valakinek érzékenysége, és ez is még hozzájárulhat. Aztán pH változások, krónikus fájdalomszindróma például, cukorbetegeknek, neuropátia, amihoz sokszor hozzájárul az az inzulin, amit be kell adniuk maguknak, mert ugye azt sem növényekből csinálják, hanem állatokból, és ugye az egy olyan tömegével növekszik a hála a cukor felhasználásnak, ugye 1900-as évek elején még napi 1 kilót fogyasztott egy magyar ember cukorból, az is barna cukor volt, meg süveges cukor, ma meg olyan 30-40 kiló között van. Hogy? Nem, évi, bocsánat, igen, így van, évi. Tehát most ma meg ilyen 30-40 kiló évente, és ez azt jelenti, hogy óriási mértékben megnőtt a cukor, ezzel a hasnyálmirigy terhelése, és ennek megfelelő az, hogy mondjuk a háború környékén még ilyen néhány ezer volt Magyarországon a cukorbetegek száma, 3-6 ezer körül, ma meg van 900 ezer, szóval, hogy nem is lehet összehasonlítani, és hogyha inzulint kap valaki, akkor azt, hogy állami finanszírozásban tök jó üzlet a gyógyszergyáraknak, tehát nincs az se, hogy meg tudja venni, vagy nem tudja, állam fizeti. Más dolga sincs egy ilyen gyógyszergyárnak, csak olyan élelmiszert előállítani, amivel növekszik a felhasználók száma, és akkor a negatív logika, ami sajnos valóságból indul ki. Mert ez így van már sajnos a világban, hogy összefonódik az élelmiszeripar a gyógyszeriparra.
Tehát lassul a pasztázs, rothasztó flóra alakul ki, klosztridiumok, klebsiella kólik, és áteresztő bélszindróma alakul ki majd a daganatok. Tehát a gyulladásokat támogató táplálkozás az, ami húst, tejterméket, tojást, halott élelmiszereket, ugye erről beszéltünk, raffinált, tehát manipulált élelmiszerek, finomított, tartósított, félkész, kémiai adalékokkal teli élelmiszereket, túlfőzött, túlhűtött, sokszor hőkezelt, ugye ezek azok, amik halott élelmiszerek. A túl sok szénhidrát, gabonából, cukorból, édesítőkből, kémiai anyagok, tartósítók, ízjavítók, állagjavítók, stb. A sok és nem megfelelő minőségű zsíradék, az egyedi táplálékérzékenységnek a figyelmen kívül hagyása, hogy mire érzékeny az ember emésztőrendszere. Tehát ha nem figyel valaki arra, hogy puffad, ugye, amit az elején beszéltünk, a Jurvéde azt mondja, hogy nem jó az olyan élelmiszer, meg az se jó, ami nem illik össze, meg túl sokat se jó, meg hasonló. Ezeket nem veszi valaki figyelembe, akkor is kialakulnak a gyulladások. Kontroll hiánya, túl késői, egyoldalú, túl sok. Az állati termékek ismert kára, rost hiányosak, koleszterin bevétel, stb. Na jó, én azt hiszem, hogy inkább van még sok minden, amiről tudnánk beszélni, de inkább mutatok néhány filmet, és akkor közben gondolkodjanak, hogy mi az, amit esetleg kérdeznének. És akkor majd annak megfelelően esetleg megyünk tovább. Na. Csak hogy mi minden van. A vérünkben. Ugye ez a sok lerakódás, amit itt látunk, ezek a hálók, ugye a sejtek között, a sejtek össze vannak tapadva. Látjuk, ilyen roládokban van összetapadva, és közte ezek a hálók vannak. Hát ez általában már súlyos daganatos állapotnak megfelelő. De néha olyanok jönnek, akik nem tudják, hogy daganatuk van, nincs még esetleg, de már ez az állapot van, úgyhogy ez sajnos oda vezet. Aztán vannak ilyen paraziták. Látható? Nem? Ezek azokon a lyukakon keresztül bejutnak a bélből. A bélből. Bélből fel. Fölkerül, fölmászik. Ez bárhova eljut aztán a szervezetben, ugye. Picit még itt várunk, és itt jön ki. Látható? Itt mászik. Kukac. Oké. Hogy? Hát akinek nem megy tönkre a bélfala, mert a bélben nagyon sok minden van, és hogyha jó a gyomrunk, jó savas, akkor sok mindent elpusztít. Itt is egy baktérium látszik. Itt ez a másik, ez is baktérium, ez nem parazita. Hát ezeket így a két hónapon belül most vettem föl, tehát ezek nem régiek. Ott van egy jószág, csak jól rejtőzködik, és nehezen lehetett jól lefotózni. Tehát, hogy ez... Ja, talán itt kijön. Igen. Hogyha a bélfal egészséges lenne. Meg csak azért tudnak bejutni, mert
És akkor ott jön hozzá közöm, hogy az lett, és mégis folyton újra és újra jönnek neki olyan gyulladások, olyan betegségek, amire úgy egyébként már nem kéne, hogy legyen. De hát a karma, meg az megérinti a húst, meg hazaviszi, meg a családba ugyanez, ugye a pici gyerek is már megkapja a súlyos enterális fertőzését, mert egyszerűen otthon van az a baktérium tömeg, ami benne volt az állatnak a húsában. És ez így működik sajnos. DNS károsító, rákképző kémiai anyagok vannak ugye a húsokban. Tudjuk, hogy rengeteg antibiotikum, hormonok. Hát az utóbbi években fedezték fel azt, vagy leplezték le azt, hogy a húsipar az szándékosan, a nagyüzemi húsipar szándékosan, folyamatosan antibiotikumokkal eteti az állatokat. Azért, hogy megelőzzék a tüdőfertőzést, meg a mindenféléket. És ezzel nem is azzal ártanak a nagyot, hogy az kémiailag árt nekünk, hogy megkapja az, aki húst eszik, vagy tejterméket eszik, hanem azzal ártanak a legtöbbet, hogy az emberben létrehozzák a baktérium rezisztenciát. És akkor elterjed egy olyan kólifertőzés, ami halálos, és semmi nincs rá. Nincs rá antibiotikum. Tudva lévő, hogy az utóbbi évtizedekben a gyógyszeripar nem fejlesztett semmilyen antibiotikumot. Semmit. Csak az van, ami 30 évvel ezelőtt volt. Nincs új baktérium, vagy még új antibiotikum. Tehát egyszerűen nincs új fegyver. Jó, kérdés esetleg még? Szabad még kérdést tenni? Igen? Igen, hát a legfontosabbak azért a prebiotikumok. És a legfontosabb prebiotikum az a táplálkozás. Tehát ez a legfontosabb, amit tud tenni az ember a flórájáért. És ehhez nem kell gyógyszert venni, nem kell vadászni, nem kell összehasonlítgatni őket, mert ha én továbbra is állati termékeket eszem, akkor én hiába akarok savanyító flórát megtelepíteni a szervezetemben. Laktobacillust, bifidobaktériumokat, bakteroides, és így tovább. Ezek nem fognak nemhogy megélni, hanem elpusztulnak. Tehát, hogy ezek nem fognak szaporodni, hanem egy az egyben elpusztulnak abban a közegben. A baktérium az abban él, amit én megeszek. Abban a közegben megrágom, földúsítom emésztőnedvekkel, nyállal, gyomornedvel, hasnyálmirigy, stb. Bélnedvekkel. Létrejön egy ilyen meleg, nedves, sötét közeg, és ezek a baktériumok, ezek ebben élnek. És ez nagyon függ attól, hogy rádobtam-e egy pofasört, vagy nem. Vagy megettem-e két tábla csokit hozzá. Tehát teljesen átalakítja azt a flórát. Most ha ezt valaki minden nap megcsinálja, minden nap megeszi azt a husikáját, minden nap megeszi a reggel az fél liter tejét, az biztos, hogy ez egy konzervált flóra. Semmit nem lehet rajta változtatni, akármilyen probiotikumot szed. Ez biztos. Viszont vannak ugye probiotikumok, és ezek jók tudnak lenni akkor, hogyha egyébként a közeg is változott. Ugye ennek van egy művészete, hogy hogyan lehet leépíteni a rossz flórát, bőgykúrákkal, különböző praktikákkal, étrendváltoztatással, esetleg a jógából ismert átmosással, vagy kolonhidroterápiával, vagy vamanával, vagy bármivel lehet ugye tisztítani a bélnyálkahártyáját, majd pedig az ember változtatja az étrendet, szaporodik egy normálisabb, és lehet támogatni probiotikumokkal a jót. Lehet támogatni, igen. Át tud jutni a gyomor közegén is. Nem csak azért, mert mondjuk kapszulában van, hanem az alkatrésze is átjutnak. Ugye a sötét látóteres mikroszkópiának az atya, Endellán, az
az azért sem volt kedvelt a konzervatív orvosi körökben, bár ő patológus volt, hószövettanász, mert ő azt mondta, hogy a baktérium az összeáll, meg átalakul. Tehát, hogy ő nem feltétlenül azt mondta, hogy ilyen vertikális a egyetfejlődése a baktériumnak, hogy azonos fajból csak azonos faj lesz. Bizonyította kísérlettel, hogy megváltoztatta a közeget, megváltoztatta a táplálkozást, és az egyik baktérium átalakul a másikba. Tehát horizontálisan. Hát ez nyilván nem jó gyógyszergyáraknak, mert hát nem. Azt mondjuk, hogy beszeded ezt az antibiotikumot, és akkor kipusztul az, de közben pedig máshol újra képződik, akkor hiába. Tehát ez nem passzol össze a mai gondolkodással. Minden esetre az nyilvánvaló, hogy a baktérium egy sokkal egyszerűbb élőlény, mint a sok sejtűek, vagy az ember, és ezek a baktériumok, ezek sokszor a szemünk láttára, ott a sötét látóteres mikroszkópban lehet látni, hogy változtatják a formájukat, alakjukat, sok minden tud belőlük kialakulni, és a probiotikum az ez egy jó közeget, egy jó támogatást nyújt a jófajta baktériumoknak a szaporodásához. Azt is tudjuk, hogy az 1800 féle baktérium száma, ha elkezd redukálódni, egyre nagyobb a baj. Tehát ha elérjük azt az 1200-at vagy 1000 félét, már megjelennek sokféle tünetek, csak attól, hogy kevesebb féle baktérium van a bélben. De ha mondjuk még lentebb megy 800-900 félére, akkor pedig nagyon nagy baj lesz. Tehát olyan baj, ilyen betegem is van, akit látom, hogy egyszerűen fölkelni nem tud az ágyból, minden funkciója gyakorlatilag összeomlik, nem működnek a szervek rendesen, egyszerűen csak azért, mert tönkretették a bélflóráját, nagy orvosi jó szándékkal. Addig kezelték mindenféle erős antibiotikummal, mert hogy orvos az illető, és hogy mindent meg kell tenni az orvos kollégáért is, nagyon csapják a flórát teljesen, és a flóra az, ha egyet száma, vagy a faj száma leredukálódik, akkor egyszerűen nem működik a szervezetünk. Tehát azok az anyagok, amelyeket ezek a jófajta baktériumok termelnek, azok hozzátartoznak a normális életműködéshez, és ha ezek leállnak, akkor nem tud a szervezetünk rendesen működni. Tehát nem véletlen az, hogy nekünk 23 ezer génünk, Kirisztának 90 ezer, de 5 millió génünk van még a baktériumflórában, és ezek kellenek. Ha ez nincs, akkor nem működik a szervezet. És az meg attól van, hogy jól gondolkodunk-e a világról. Az már csak, hogy mit teszek, az már csak a következő. Na, igen. Edina. Igen. Abszolút, igen, persze. Hát ezért, aki úgy igazán komolyan éli a indiai filozófia alapján a lelki életét, az hozzá se nyúl olyan ételhez, amit egy olyan konyhába készítettek, ahol van húsfeldolgozás is. És ez a magyarázata, vagy ez a megértése, hogy úgy mondjam, mert ezt a védikus elvek alapján gondolkodó az nem így magyarázza, hanem egyszerűen a karma alapján, de ma ez még teljesen világos. Hát az összes kés, az összes villa, az összes mindenféle eszköz, az edények mind hordozzák magukon a baktérium szennyezettséget. Ami egy növényi, csak tisztán egy növényi konyhában nem fordulhat elő. Igen. És ez teljesen tudomány. Tehát ez a legnevesebb orvosi lapokban között éve ezeket. Igen. Ezt nem hallom. Igen, lugosítsunk, vagy ne lugosítsunk. Külön lugosítani szerintem nem kell. Ugye az ajurvédának az az elve, hogy a hat ízt, az kiegyensúlyozottan kell használni.
Tehát az édes, keserű, savanyú, sós, csípős, fanyar. Ezek az ízek hozzák létre az ilyen savas, lúgos vegyhatást is. És hogyha kiegyensúlyozottan használjuk őket, akkor kiegyensúlyozottan van lúgos és savas a szervezetünkben, ami bejut. Nem tudom én azzal változtatni a szervezet pH-ját. A különböző, láttuk, hogy mindenféle terekben más a pH. A vékony bélben más a pH, mint a gyomorban. A magzatvízben más, mint a tüdőben, vagy a agyvízben, vagy mindenütt más a pH, és ott az kell, mert ott az működik jól, azzal tudnak az enzimek működni. Tehát ezt én nem tudom úgy változtatni, hogy én lugos vizet iszok heteken keresztül, miközben a gyomorban savas kémhatás van, ugye? És akkor a lugossal a savast azt tönkreteszem, és a baktériumok szabadon átjutnak. Ezt nem tudom ezzel helyrehozni, sőt, csak elrontani tudom. De ugyanígy, hogyha ténylegesen valami elsavasodás van a szervezetben, akkor se az a megoldás, hogy az ember lúgos valamit vesz magához, mert az azzal nem fogy el a savasanyag a szervezetben. Csak legfeljebb átalakul valami salakká, ami megint terheli a szervezetünket. Tehát ez a lúgosítás dolog, ez biztos, hogy egy tévedés még természetgyógyászati szempontból is, de az orvosok is mindenféle eljárásokat kezdeményeztek azokkal szemben, akik ilyet hirdettek. Ez nem helyes. Ami helyes, vagy ami még ebből következik, hogy ténylegesen létrejön ez a savasodás a szervezetben, mert egyre több savasanyag képződik a sok salak miatt, és a savasság az kimeríti a puffereket. A pufferek azok, amik azért felelősek, hogy a kis savasságot, meg a kis lúgosságot helyre tegyék, középre visszahozzák. De közben a puffer az olyan, mint a tartalékpénzünk. Szóval, hogy kifutottunk egy kicsit a pénzből, akkor elveszem a tartalékpénzt, és akkor abból még finanszírozok. De aztán az is elfogy. Hogyha már az is elfogyott, akkor viszont összedől a rendszer, akkor már baj van. Tehát így van a puffereknél, és a puffer egy ideig még kompenzál, van sokféle puffer a szervezetben, és amikor már az is kimerül, akkor összedől a rendszer, akkor elkezd ténylegesen savassá válni például a vér, vagy a szövetnerv. És amikor savassá válik a rendszer, akkor pedig tönkreteszi a például a vesének a kiválasztó funkcióját, és akkor hirtelen ott elveszíti ezt a sok savasanyagot. Kimegy, pedig a sav az kellene. Tehát az a baj az akkor következik be, amikor lugosság jön. Tehát elveszíti a savat, mert sok sav keletkezett, az szétmarta azokat a kiválasztó csatornákat, ahol a sav normálisan, szabályzottan távozik, majd nem szabályzottan hirtelen elveszíti, és akkor már csak a lúgos anyagok maradnak benn, azok benn maradnak, és ettől a lúgosságtól tud elindulni a daganat. A daganat az a lúgos közegben keletkezik. Most erre még lúgot isznak, mármint alkalikusat isznak, akkor az végképp egy megbutaság. Tehát ez a lúgosság, alkalikusság, hát ez legfőjebb úgy működik az intenzív medicinában, ugye, hogy infúzióban kapja a lúgosat. Én is szoktam bikarbonátot adni annak, akinek látom, hogy feltétlen szüksége van valamit is plusz kapacitásra, de ennek nagyon csekély a határa, tehát nem lehet vég nélkül, és csak kis ideig van rá szükség. Így ez volt? Na, még hagyjam? Te legyél a... Jó. Igen. Koleszterin szint, ugye? Ez a kérdés. Tehát a koleszterin a szervezetünkben egy nagyon fontos anyag. Sokféle szabályzó anyagnak az előfutára. Tehát ilyen prostaglandinok, különböző zsírszerű enzimeknek a indulópontja, és ezért fontos, hogy a koleszterin szintünk az megfelelő legyen, tehát legyen elegendő.
kimutatták, hogyha túl sok a koleszterin, ugye ez egy zsíranyag, akkor az kárt okoz a vérfalban. Ez igaz. Viszont koleszterin nincsen növényi anyagokban. Tehát koleszterin csak állati termékben van. Valamint a szervezetünkben is képződik. Tehát a szervezet maga is előállítja a koleszterint, és kimutatott manapság már, hogy a stressz az különösen elszabadítja a belső képződést. Tehát, hogyha valaki nem megfelelően kezeli a stresszeket, akkor a koleszterin az túlzott mértékben keletkezik a belső koleszterin. És éppen ezért hiába nem eszik valaki koleszterint, tehát állati terméket, attól esetleg belül képződő koleszterinből lehet neki túl sok. Ugyanakkor zárójel bezárva, a másik fejezet, a koleszterin az csak egy indikátor, egy jelzője annak, hogy valami felborult, valami nem stimmel. Ha kimerül, nem feltétlenül azt jelenti, hogy akkor itt a vég, mert sok más dolog, ami felelős mondjuk azért, hogy stroke kialakuljon, vagy szívinfarktus, vagy zérelmeszesedés más szövődménye, sok más dolog, az meg lehet, hogy helyre kerül azáltal, hogy az illető mondjuk egészségesebb életet, növényi alapú táplálkozást folytat, és lehet, hogy a koleszterin az magas marad, és akkor a konzervatív orvos az minden áron rá akarja erőltetni a statint, ugyanakkor semmi szükség nincs rá, mert attól nem lesz egészségesebb, hogy még statint is szed, inkább betegebb lesz, mert a statinnak sok kára van. Hát összességében azt kell mondjam, hogy a koleszterinnek nincs akkora jelentősége, mint amit ma a gyógyszeripar által vezérelt medicina ebből felfúj, és hozzáértéssel ezeket az ember kritikusan kell kezelje, és nem vagyok egyáltalán statin, koleszterin elleni gyógyszerpárti, hát azt gondolom, hogy ez egy pótcselekvés a medicina részéről, meg egy óriási üzlet a gyógyszeripar részéről. Ezek sok részében sokkal jobban szabályozhatók, természetes anyagokkal, természetes életmóddal és alaptalanítással. Hát nem lehet úgy megoldani egy táplálkozási problémát, hogy egy plusz gyógyszert adunk be, ahelyett, hogy elvennék onnan azt, ami okozza az egész folyamatot. Oké, hát akkor ugye így gondoltad. Akkor köszönöm szépen a figyelmet, és további jó tanulásokat kívánok!